Nagyon sok szeretettel üdvözlöm a Kölcsei Televízió nézőit. A mai weekendben foglalkozunk farsanggal és színházzal, de először egy kis irodalom. Lackai János író, költő volt a vendégek Kürti Lászlónak a Móricz Zsigmond könyvtárban, a Költők egymást közt című esten. A József Attila díjas szerző mesélt népes családjáról, az alkotás folyamatáról, és novellái versei közül is felolvasott néhányat. Háromszor is találkozott itt közönséggel az elmúlt napokban, Vásáros Navényban, illetve Máté Szalkán. Milyen élményeket szerzett ott? Nagyon jó élményeket, nagyon jó közösségek voltak. Ezt mindig lehet szinte tapintatni a levegőben, amikor valahova megérkezem, a várakozást, a hangulatot, a visszafogottságot, az oldódást. Ugye mindenki bejön a napi gondjaival, és mindenkinek a fejében zsibong minden ezer dolog, sárga csekk és munkahelyi mismás, és adóhatáridő, és a nem tudom, mindenki úgy jön, hogy valahonnan jön. És amikor aztán ezek az emberek, ez a 100 fejű, vagy akár hát a diákok esetében 400 fejű lény, aki a közönség, egyszer csak valahogy egyé lényegül, vagy valahogy azt lehet érezni, tényleg van egy ilyen csomósodási pontja minden ilyen alkalomnak, hogy most már nem az van a fejükben, hanem együtt vagyunk, és tulajdonképpen azt hiszem, hogy ez a lényeg. Minden átadható tudásom, meg nézőpont, nyitogatáson, váltáson túl, mert hogy az irodalom arról szól, hogy én az valaki más, tehát hogy én bele tudok bújni valakinek a fejébe, bele tudok nézni valakinek a világába, akár több száz kilométerre, vagy több ezer évvel odébb is. Ezen túlmenően ez a fajta közösségi élmény az, amire eljön mindenki, hiszen a könyvek kölcsönözhetők, hiszen a könyvek e-bookban olvashatók, a filmek otthon nézhetők, és ennek ellenére az emberek örömmel jönnek. Nyilván a diákok még nagyobb örömmel, a tanítás helyett, tehát ott nyert pozíciója van az embernek, hogy óra helyett már egy kicsit kevésbé unalmas valami van, az már nagyszerű. De hát őket is be kell vonni, és őket is valahogy részesévé kell tenni a kalandnak, és egyre jobban terjed valahogy az utóbbi években. Én azt tapasztalom, hogy az irodalom az tényleg kaland, meg tényleg utazás, mert nem csak annyi, hogy betűk össze vannak dobálva egy csekély halomba. Önnek miért fontos az, hogy ilyen gyakran találkozon a közönséggel, az olvasókkal, mert hogy nagyon gyakran teszi ezt? Igen, hát évi 150 fellépésem van, és ez egy nagyon szép szám, és hát ez sokkal-sokkal több megkeresésből jön össze, hogy ezt így be tudjuk rendezni így ebben az évet. És hát valóban megtehetném azt, hogy én alkotó művész vagyok, én megcsinálom a könyveket, hátradőlök, az én kézműves tevékenységem véget ért, és hát vegyék-vigyék. Ez egy fontos dolog, szóval én tulajdonképpen, hogy ha a kettő közül választani kéne, akkor nyilván azt választanám, hogy ha nem lehetne írni, amennyiben fellépek, és nem lehetne fellépni, amennyiben írok, akkor azt választanám, hogy természetesen írok, és akkor bedobom a palackpostát, de szerencsére nem kell választani, hogy nem kell arra várni, hogy az utókor mit csinál, vagy mit nem csinál, hiszen az utókor az egy nagy önkényúr, és azt felejt el, és azt vesz elő, akit akar. Én viszont örülök, hogy a korommal párbeszédben állok, mert az irodalom szerintem mindenek előtt párbeszéd. És nem ott kezdődött, ahol egy nagyon poros könyvtárban két nagyon szakállas ember olyan okosakat mond, hogy még maguk sem értik. Nyilván van mindenféle a bölcsészetnek egészen kifinomult ágazata, és én nagyon tudom azt is élvezni, hanem ott kezdődött alapvetően, amikor valaki arra a mitikus kocsmapultra lecsapott, és azt mondta, hogy gyerekek, olyan sztorim van, dobtok mindjárt egy hátast, vagy az a sámán kiosztotta az esőt csináló éneknek a szólamait, hogy te azt fogod, hogy hang, és akkor én meg a változó részeket beledalolom, és tehát amikor a szavak, ugye élet és halál van a szavak hatalmában, mondja a példabeszédek könyve, és tényleg tudjuk, hogy ilyen bőr alá beékelődött tüskeként valaki egyszer azt mondja, hogy mit tudom én, hogy nagy a fejed, vagy azt mondja, hogy te egy kis törpe vagy, vagy azt mondja bármit, tehát, hogy nem tudsz írni, vagy ronda, mit tudom én, a pofát. És akkor ezt őrizzük, és tényleg nyugdíjas korában valaki vissza tudja idézni a napot naptárra pontosan, hogy mikor mondták ezt neki, vagy mikor mondta az édesanyja, hogy ejte egy ilyen komisz,
És itt tovább, tehát élet és halál van a szó hatalmában valóban, és ez azt jelenti, hogy élet is van, tehát hogy nyugodtan adhatunk életet dolgoknak, embereknek, figuráknak, nézőpontoknak. Ugye egy-egy vers, vagy egy-egy történet, az tovább tud menni a fejekben, és ezért vagyok ott, hogy rezgő levegőből épülnek azok a hidak ember és ember között, ami az irodalomnak egyfajta visszatalálása az ősi feladatához, hogy én mondok neked valamit, és azt nem csak annyit mondok, hogy egy kiló kenyér ennyibe kerül, mert ugye az egy statisztikai minimum a beszédnek, hanem picit hozzáteszek, és amikor azt mondja a kenyérbolti eladó, adja a néninek a két zsömlét egy zacskóba, és azt mondja, hogy ezt tessék vigyázni rájuk, hogyha rosszalkodnak, ültesse őket szét, és nem azt mondja, hogy ennyi forint, tehát nem szorítkozunk a minimál kommunikációra, ami kicsit megdobjuk, azt ott kezdődik valahol az irodalom, vagy ott kezdődik az, ahol ez a fajta ízzás két ember között beindul. Milyen könyve, amin most dolgozik, mind dolgozik versen, prózán, és mikor fog ez megjelenni? Nagy örömöm először is, hogy 2017-ben még megjelent a Szilágyi Őrzsébet e-mailjét megírt a című kötetünk Vörös István kollégámmal, a legszebb magyar versek és az ezekre írott variációinkat, tehát az Ómagyar Mária Síralomtól I és egymondatáig. Aztán tavaly meg az elmúlt 6 lírai évemnek foglalataként megjelent az Emberszabás című könyvem, és egy 3 évig írott regény Levágott fül címmel, ez egy horrorisztikus címmel, és valóban van egy bűnügy is ebben a történetben, az szervezi az egészet. Most pedig, ha minden igaz, a tavaszra, hát tulajdonképpen már készen van, csak még egy kicsit, hát ugye ez egy szöszölős mesterség az írás, tehát az anyagot agyusztálgatni kell, de a Mindennapra egy sztori című kötetem, amely január 1-től december 31-ig mindennapra egy más-más stílusban íródott kis sztorit tartalmaz. Ezt már az interneten, a Facebookon kipróbáltam az embereken, és nagyon-nagyon szerették követni, hogy minden napra kapnak valami mást. Ez jön ki majd a sajtó alól, tehát, hogy vagy könyvfesztiválra, vagy könyvhétre ebben mindenképpen előállunk, úgyhogy mindenkinek lehet egy saját kis irodalmi kalendáriuma, és minden napra egy mese, vagy egy történet, egy sztori. Ugye Valentin nap már elmúlt, így nem a meglepetésekről és az ajándékokról fogunk beszélgetni a következő percekben, hanem a jó kapcsolat titkáról, méghozzá a Polip zenekar két oszlopos tagjával, Csernák Tiborral és Mónikával. Sziasztok, jó estét! Hát nektek van időtök hét közepén Valentin napot ünnepelni, vagy inkább a hét végére toljátok majd ti is? Hát most ez munkával telt ez a Valentin nap, de közösen dolgoztunk. A mi házasságunkban az érdekes, hogy a legtöbb házaspár eltérően együtt vagyunk a munkahelyünkön, együtt vagyunk a fellépéseink során, sőt a hétvégén, hogyha van fellépésünk, akkor a hétvégét is gyakorlatilag sübefővel együtt töltjük. Tehát nagyon kevés olyan időszak van, amikor mi egymástól külön is létezünk, hogy így mondjam. Ugye ezt nagyon sok házaspár vágyja, hogy milyen jó lenne, hogy a többet lennénk együtt, mert hát végül is a nap nagy részét általában az emberek külön töltik. És valaki pedig úgy gondolja, hogy Isten őriz, hogy a feleségem még ott is ott legyen velem, vagy a férjem, hogy milyen jó, mert akkor feltöltődnek. Nekünk ilyen szempontból szerencsénk van. A kapcsolatunk első 5 évében a nap 24 óráját töltöttük együtt, tehát még a gyermekünk meg nem született, aztán jöttek a lazább külön programok, mi focizás, meg edzőterem, ilyesmi, de tényleg, tehát... Igen. Tibor összeszámolt a múlt héten, hogy mi a 28 év alatt, tehát 24 éves házasok leszünk, ilyen 20 napnál többet nem töltöttünk egymás nélkül. És amikor külön vagytok, az hogy élitek meg? Vannak ilyen elvonási tünetek? Hát azért úgy telefonálunk, tehát napközben is, mióta ugye a mobilok már egyre jobban elterjedtek, mert az elején, amikor mi még összekerültünk, akkor még az első mobilunk az egy nagy táskás mobil volt, és csak egy darab mobilunk volt, vezetékes meg egyáltalán, de azért esténként, tehát hogy na oké, akkor itt vagyunk, most fekszünk, mit csinálunk, ott csinálunk, és akkor elmondom, hogy na most fekszünk le aludni, és akkor közben utána meg gyorsan elmegyünk még valahol bulizni. Lehet, hogy az a hosszú párkapcsolat titka, hogy ti gyakorlatilag átmulatjátok, átbulizzátok az életetek egy jelentős részét, mert szerintem azért ezt a zenét csak szívvel lehet csinálni, mert egyébként már biztos, hogy feladnátok, ha nem élveznétek. Ez így igaz, tehát szívvel kell csinálni, de ha valaki azt mondja, hogy ez csak szórakozás, nem munka, azért az
az így nem igaz, tehát ilyen formában. Tehát persze, meg hát ez korral jár, tehát minél idősebbek vagyunk, annál nehezebben pihenjük ki ugye a vasárnapot, vagy a vasárnapon, de tényleg szívvel lélekkel kell csinálni, mert ezt amúgy nem lehet. Tehát úgy megyünk fel a színpadra, hogy ne lássák azt, hogy most tényleg valakinek esetleg 40 fokos láza van, vagy itt fáj, ott fáj, megoldjuk. Tehát ezt szokták mondani, hogy profizmus. És ugye általában azért az emberek örömteli életeseményein vagytok ott, és azt még tovább fokozzátok. Ugye mennyivel jobb ilyenkor énekelni? Milyen rossz lehet azoknak, akik mondnak, mondjuk temetésen kell énekelni, egy kicsit kellemetlenebb helyzet, de gondolom, hogy például amikor esküvőn énekeltek, és látják, vagy a mennyasszonyok, főlegények tudják, hogy bizony mögöttetek már több mint 2 évtized van, akkor lehet, hogy valóban kíváncsiak a titokra. Meg lehet ezt fogalmazni tényleg, hogy mi kell ahhoz, hogy valaki boldogan, nem csak hogy fog összeszorítva tudjon házasságban élni, mert apropó a házasság hete is éppen most van. Hát az a furcsa, hogy többnyire nem tudják a párok, ugyanis az van, hogy teljesen külön kezeljük azt a dolgot, hogy a munkahelyen, tehát a hangszerboltjainkban külön kezeljük, amikor a zenekarban ott Móni, a zenekar énekesnője, és ugyanúgy megszidom mondjuk, hogyha hibázik, vagy ugyanúgy megdicsérem, hogyha jó. És a párok emiatt, mivel hogy ott mi semmilyen úgymond ilyen intim érintés, kontakt, vagy készülete, kontakt nincs. Nincs püsziszkodásról elkezdődés. Ezért gyakran meg is kérdezik, hogy akkor neked végülis ki a féled a zenekar, vagy csak mondja, hát a illentyűs. Viszont visszatérve a kérdés második felére, én azt gondolom, hogy pont ez a picit külön választás is benszerepet játszik, hogy ezt lehet sokáig itt csinálni, hogy a zenekari tagok ne érezzék, hogy én most megkülönböztetem, mert úgy ő a feleségem. Uh-huh. Például, vagy a boltban, ő gyakorlatilag a boltunk egyik dolgozó üzletvezetője, és hogy ott is ez külön váljon. Hát a másik meg, ami szerintem nagyon fontos, hogy amikor az ember például választ, akkor a belső megérzésére kell hallgatni, és figyelmen kívül kell hagyni minden más ilyen számítást, most akár anyagi értelemben, akár ilyen, hogy na majd így lesz, meg úgy lesz, mert csak a megérzésekre kell hagyatkozni, és ami nagyon fontos, hogy meg kell tartani ezt a fajta ilyen baráti szálat, hogy mi konkrétan szeretünk együtt lenni, tehát mi el tudunk menni úgy nyaralni, hogy csak ketten megyünk, nem társasággal, és akkor akár egy hétig. Sőt, jobban szeretünk. Igen, hogy ketten vagyunk, és meg tudjuk őrizni azt a fajta barátságot, hogy szeretünk egymás társaságában lenni. Tehát nem kerüljük a, mondjuk a hazamenetet, hogy még kicsit kitolom, hogy még később, hanem ez, hogy na jó, mert hazamegyek, és akkor otthon jó lesz lenni. És ugyanúgy tudtok beszélgetni például, mint mondjuk 15 évvel ezelőtt? Mert igen, én azt látom azért a párkapcsolatokban, hogy egy idő után ugye elszürkülnek a témák, már elmondtunk minden sztorit, tudjuk az összes poént, és akkor valahogy marad a napi rutin, ez a hova, mikor, ki, hány úr, akkor hol legyen, mi a holnapi feladat, ami azért hát kevésbé romantikus, mint mondjuk egy kapcsolat elején. Tudunk beszélgetni, meg hát ugye mi jó néhány éve kettesben vagyunk, ugye 15 éves volt a fiunk, amikor legelőször elkerült messzire tőlünk, az 4 évig, utána 1 évre hazajött, de most ugye megint, tehát Kaposváron, és mi nagyon sokat vagyunk így kettesben. Nekünk muszáj is, tehát, de nem csak a napi dolgokat beszélgetjük, meg tényleg mi történt az én családomban, nekem ugye nagy családom van. Viszont a másik rész, hogy úgy el tudunk utazni Pestre kettesben kocsival, hogy egy szót nem szólunk egymáshoz Pestig. Nem azért, mert nem akarunk, vagy nincs témánk, hanem olyankor a csönd esik jól. Tehát ilyenünk hát, is van. Aki körül állandóan dübörögnek a decibelek, el is hiszem, hogy jó dolog feltöltődni. Ez az év hogy telik? Ilyenkor már előre tudjátok, február körül, hogy körülbelül mennyire lesztek elfoglaltak? Hát annyira, hogy a zenekar tagokkal megegyezünk mindig, hogy melyik az az időpont, amit kiadjunk nyaralásra, és akkor mindig az az időpont, most ugye egy július végi időpont, és muszáj már ezt szinte így betervezni, hogy na ekkor megyünk, mert muszáj alkalmazkodni a felkérésekhez, és akkor ott hagyunk egy ilyen lukas hétvégét, ahol úgy nemet mondunk, vagy eláruljuk, hogy miért, vagy pedig nem, mert már volt olyan, hogy ráveszettek, hogy ne menjetek, mert akkor inkább mégis ide, és majd máskor mentek meg ilyenek. Tehát így látjuk előre nagyjából így az évünket, tehát tudunk nagyjából tervezni vele. A beszélgetésre visszatérve meg mi, hogy három szakmai síkon is találkozunk, egyrészt a bolt, másrészt a zenekar, illetve a harmadik az már nem szakmai, az a család. Néha beszélgetésünk ilyen számokból áll, hogy megrendelted az SKB 0-2-ből a hadarok, meg azt küldik, jó, oké. Meg vannak a kódok. Ha családra még visszakanyarodunk, ugye a fiatok profi futballista, ő nem lett zenész, de azért nyilván ott van a vérében, meg ő is szereti a zenét, és hát egy nagyon helyes fiatal férfiről van már szó.
akinek szerintem nem olyan egyszerű talál már a pár választás, mint annak idején a mi generációnknak volt, tudtok-e neki például tanácsot adni, vagy próbáljátok-e megóvni az érzelmi viharoktól, vagy a nehézségektől? Tudnánk tanácsot adni, de szerintem ezek a mai fiatalok már nem nagyon fogadják el ezt. Tehát ő például, remélem nem fogja látni ezt a műsort, ő abban a hibában esett bele, hogy egyes barátnők, kettes, egyes, hármas, egyes. Tehát az egyes az visszajött fél évente, mert az volt az első nagy szerelem, és ő azt gondolta, hogy ez... De már most rájött, hogy nem. Tehát próbálnánk mi tanácsot adni. Tényleg az első szakításánál vele együtt sírtam, tehát ő sírt az egyik szobában, én a másikban. De majd rádöbben ő erre, hogy ki az igazi, hogy nem a külcsén a lényeg, hanem hogy majd megérezze azt, hogy ki lesz az ő gyermekeinek az anyja. Hát, amiről ugye Tibi beszélt, hogy ez a bizonyos belső megérzés. Én azt szoktam viccesen mondani, hogy olyan csajt kell keresni, vagy fiút, akivel tudunk öregkorunkban is nevetni, mert a gravitáció az úgy is mindent visz. Nálunk a humor az annyira fontos volt a párválasztásnál is. A mi közös gyermekünk is, Tibinek is, a nagylánya, tehát ha mi négyen együtt vagyunk, akkor... Tehát nem ismertek tréf, illetve ismertek tréfát. Tehát tényleg, tehát annyira fontos, hogy jó humora legyen egy embernek. Szerencsére mindenki gyerek ilyen lett. Hát köszönöm szépen, hogy eljöttetek, beszélgethetnénk akár még éjfélig is szerintem, hiszen kimeríthetetlen téma a zene, a szerelem, a kapcsolatok, és hát ugye már van annyi bölcsességünk, hogy tényleg sok okos tanácsot tudnánk adni a fiatalabb generációnak. Nagyon szép hétvégét, és további viszont kívánjuk. Köszönöm szépen, további szeretet és szerelemmel telt éveket kívánunk. Kedves nézők, mi pedig folytatjuk. Új Fehér Tó mutatta be a Mandala Dalszínház legújabb darabját, egy igazi klasszikus feldolgozását. A Hippolit történetét a Jászai Majri díjas színművész Mikó István állította színpadra, akinek ez már a negyedik rendezése volt a társulat tagjaival. Nagyságos úr, kérem, hálalok! Na, végre valami okos szó, Júcsa, mit teszünk? Libasültelt, nagyságos úr, kérem! Júcsa, hozzá mellé egy pár fiatal hagymát. Lehet köztük egy pár idősebb is. Nagyságos úr, hagymát a libához? De hozzá a nagyságot! Majd elfordítom a fejemet, tiszta haszon. Túlzás, hogy megbeszéltük. Ezt csak te beszélted meg vele, de én máshogy tanítszettem. És lett terve, hogy ennek a nagybátyától függ a városi szemétszállítás. Hányszor mondtam neked, hogy nem tűröm az asztalnál a hagymát? Jó, majd legközelebb ipolyával meg kökörcsénnel leszem a riba sültet. A szemétszállítás abban különben igaza van a mamára. Ha azt megkapjuk, de leszel a leggazdagabb lány egész Pesten. Ugyan, papa, egy ilyen szemétszállítás miatt? Hát én már nem hiszek ebben az egész koncesszió. De én hiszek! A családom a Szabolcsi. Anyukám is, apukám is itt a közelben született, Kisvárdán nevelkedtem gyerekkoromban, úgyhogy nekem az a környék a mindenem. Természetesen Nyíregyháza is bele tartozik, mint megyeszékhely. Nagyon sokat változott. Persze azóta, mióta 5-6 éves gyerekként itt töltöttem a nyarakat. Gyerekként azért más itt a környéken élni, milyen érzés művészként visszatérni ide? Mindenféleképpen jó, ráadásul egy olyan csapattal dolgozom most már nem is első alkalommal, akikkel szívesen játszom és dolgozom együtt. Ugye itt mondta a művész úr, hogy nem először. Hogyan kezdődött ez a kapcsolat a mandalásokkal? Még Dobos Laci, akkor igazgató, aki sajnos tavalyi esztendőben itt hagyott bennünket, ő hívott ide, de már régebben is, majd 20 évvel ezelőtt is jártunk az ő meghívására a nyíregyházi szabadtéri színpadon, ha jól emlékszem, kabaré előadással, egy vegyes csapattal. Nagyon régi a kapcsolat, és hát amióta most már, ha jól emlékszem, ez a negyedik darab, amit rendezek a kis csapatnak, erősödik a kapcsolat. Milyen érzés velük dolgozni rendezőként, illetve hogyan zajlottak most a próbák? Én egy picikét könnyebb helyzetben voltam, mint a társulat, hiszen én játszom ezt a darabot folyamatosan. Decemberben volt a bemutatónk a Turay Ida Színházban Budapesten,
a darabot pedig már harmadszor sikerül nem rendeznem, hanem mint szereplő végigélnem. Ugyanezt a szerepet játszottam még annak idején Sopronban is. Nagyon szeretem a közös munkát. Élvezték a srácok, lányok. Nehéz körülmények között dolgoznak, de nagyon nagy lelkesedéssel, és sokszor profi színészeket, színházi embereket is megszégyenítő akarattal és lelkesedéssel. Szeretnék megtanulni vezetni. Hajlandó nekem egy-két órát adni? Örömmel! Úgy emlékszem, mintha csak ma volna, hogy önöknél állást kaptam én. Gondolom, az is a sofőr dolga, mindig segítsen a bűnökén. Ha a próbára jön el, ez a sok kis kérdés fontos, ha oktatni kezdek el. Most úgy látom, sikerül a próba, akkor már jól megfolygatom én. Úgy is ketten ülök az autóba, de ne legyen majd velem kemény. Ma mindenre kíváncsi, maga sok mindent akar, ma te tudja le, hol az autóban a sebesség váltókkal. Beszéljünk egy picit magáról, a darabról, ugye Hippolit. Ennek van egy olyan filmváltozata, amit egész Magyarország ismer. Mennyiben más ez a darab? A szöveg az mindenféleképpen az alapszöveg, Zágon István, ugye ő írta a filmet is annak idején, és a Vajda lányok, Vajda Katalin és Vajda Anikó annak idején a játékszín felkérésére készítettek egy színpadi változatot, ami nagyon jó sikerült, rengeteg dallal. Most ezekből a dalokból jó néhányat kihúztunk, mert tehát nagyon hosszú lenne az előadás. De Eizemann Mihály dalai természetesen itt is felcsendülnek. A prózai szöveg az olyan erős, hogy inkább rontani lehet rajta. Tehát nagyon kell figyelnünk, hogy a közönség majd hogyan alakítja át a játékunkat, mert ne felejtsük el, hogy a közönség a másik játszótárs. És ez az első olyan alkalom a mai nap, amikor néhányan be fognak ülni, és majd remélhetően reagálnak, ahogy mi szeretnénk. Hát ez majd ki fog derülni. Mindenesetre az előadás ritmusa, az körülbelül a tizedik előadásán áll be úgy, amit az ember úgy elképzel. Papa, vedd föl a zakódat, mert ingújban nem fogadhatod. Ki akarja fogadni? Hát úgy tudjuk, hogy... Nagyságos asszonyom, uram, kisasszonyom. Tessék! Foglaljon helyet! Látom. Szóval, kegyed az? Parancsára, nagyságos uram. Hogy is hívják, kérem? Engem szolgálatára Hippolit. Rendben van, de mi a keresztneve? Azt mondom, kérem szépen, a keresztnevemet. Hippolit. Acsai Hippolit szolgálat. Hippolit. Soha nem fog eszembe jutni a nevemet. Szóljál már te is valamit, mama! Hát, szóval, ön belép hozzánk. Parancsára. És miért jött el a gróféktól? Bizonyos differenciák merültek fel. Anyagiak? Nem, asszonyom, erkölcsiek. De azok is csak később. A méltóságos úr háza
igazi régi úriház, ahol anyagi természetű kérdések nem igen kerültek szóba. Na, és szerintem anyagiakról ne is beszéljünk. Az ember úgyis megkapja azt, ami megilleti, kérem szépen. Úgyhogy azt hiszem, örülök, hogy a dolognak ez az anyagi része el is van intézve. Hát igen, az anyagi az el van intézve. El vagyunk intézve. Nagy elődök vannak, úgyhogy ha a filmfeldolgozást nézzük, ami az alap, ugye, hiszen ebből készült a színpadi feldolgozás, ugye Csortos Gyula alakítására nagyon sokan jó emlékekkel emlékeznek vissza, és hát ugye volt egy remake, egy újabb feldolgozása a történetnek, ugye a főszerepben Eperjes Károllyal, hát szóval komoly a feladat, fel kell nőni hozzá, igen, de hálás. Milyen érzés volt Istvánnal együtt dolgozni, ugye nem ez az első közös munkátok? Nem, most években már nem tudom meghatározni, de azt hiszem, hogy 5-6 éve dolgozunk együtt. Az első közös munkánk is egyébként egy régi Kabos Gyula filmnek a színpadi változata volt, a Csúnya lány. Aztán egy Rejtő darabban dolgoztunk együtt, majd pedig egy István és Adam is Anna által írt darabban, az Egy tányér napfényban. Tehát ez már a negyedik közös munkánk, és közösen is játszunk a színpadon. Mindenképpen nagy élmény. István nagyon felkészült, alapos, higgadt rendező, jó vele dolgozni. A színpadon is egyébként, mert hát kiváló partner természetesen, ezt nem is kell mondanom, hiszen egy Jászai Maridéjas érdemes művészről van szó. Mit volt a legnehezebb megfogni a te karakteredben és azt eljátszani? Én hajlamos vagyok a széles gesztusokra, itt mindenképpen egy visszafogott gesztusokkal élő, szinte póker arccal játszó figuráról van szó. Ez az én habitusomból fakadóan ez egy kicsit nehéz. Tehát tűrtőzhetni magam, de egy jó iskola is. És mi volt a legélvezetesebb a próbák során? Mindenképpen, én talán még itt a Mandala dalszínházban 28 évet csináljuk, szerintem címszerepet én még nem játszottam, tehát ez mindenképpen egy nagy kivívás és nagy élmény. És hát tulajdonképpen egy olyan klasszikus történetet játszunk el, ami eleve öröm belelépni. A házirendre vonatkozólag szabad megkérdeznem, hogy mikorra óhájtják nagyságtok a fürdőt? Hát én csak vasárnap. Meg hétfőn. Hány órára? 8-szor. És a hét többi napján? 4-9. Hideg vagy meleg fürdőt parancsol? Ebből is egy kicsit, meg abból is egy kicsit, aztán egy jól összeviszem. És nagyságos asszonyom? Én? Ó, hát én mindig a férjem után szoktam. Tehát akkor úgy 3:49-kor. 20-kor. És a reggelit a fürdőben óhajtják, vagy az ágyban? Az ágyban. A fürdőben. Fürdőben kellett, legyen mindjárt egy kis reggelit. Még a kamerában is. És mikorra érkezik a masszőz? A kicsoda? A masszőz! Tudod, aki minden nap ide jár. Ja, hát az jön. Ha megígéri, az jön. Már javában tart a farsangi szezon, így itt az ideje, hogy mi is megtudjunk egy kicsit többet a régi hagyományokról. Szabó Sarolta, a Sostoni Múzeum falu igazgatója a vendégünk. Jó estét kívánunk neked. Estét kívánok. És köszönjük, hogy eljöttél hozzánk. Hát úgy gondolom, hogy ez egy nagyon izgalmas időszak, és ugye nem csak mi farsangolunk, hanem bizony már őseink is farsangoltak. Egészen pontosan vízkeresztől január 6-áig, vagyis húshagyó keddig tart ez az időszak. Miért pont eddig, és mit ünnepeltek egykoron? Hát ez a farsangi időszak, ugye a mulatozásnak az időszaka, meg a tél végének a várása, a tavasz eljövetelének a várása, és akkor tényleg valóban január 6-tól vízkeresztől tart, egészen húshagyókeddig, azaz hanvazó szerdától megkezdődik a 40 napos bőt, a húsvét előtt, és ezért a farsang időszaka az mindig változó időben van, hiszen a húsvét is nem ugyanabban az időszakban van, hanem ugye az, ahogy megállapították annak idején, a holdjárásától függ. És most egészen későn lesz húsvét, április 22-én, és hát onnantól visszaszámítva a 40. napig tart tulajdonképpen a
farsang, és valóban a középkor óta ünneplik, tehát már a középkorban is 15. századtól vannak adatok arra, hogy megünnepelték ezt a farsangot, és igazából a farsang farkának nevezik a farsang utolsó három napját, és hát a mulatozások időszaka igazából a régi világban ehhez az utolsó három naphoz kapcsolódott, és ezt nagyon nagy mulatságokat tartottak ilyenkor. Hát tulajdonképpen ugye ez az utolsó esély volt arra, hogy végre egy jó tegyenek, igyanak, vagy mulatozzanak, mert utána aztán tényleg egy picit megtisztultak testileg, lelkileg egyaránt, és ahogy így gondolkodtam, valóban azért a karácsony előtti időszak is ugye arról szólt még, hogy ott szintén felkészültek, az ünnep szentsége után pedig hát egy kicsit levedlették ezt a nagy jóságot szerintem, vagy legalábbis ezt a nagy tisztaságot, tehát egy kicsit szórakoztak. Volt-e olyan időszak, amikor mondjuk ezt nem nézték annyira jó szemmel, ezt a tibornyázást? Hát mindig voltak tiltások természetesen, hogy ezeket a mulatságokat, hogy nem illő megtartani, és hogy nem szabad ilyenkor olyan nagy mulatozásokat tartani, mert tehát azért ebben az időszakban, ebben az utolsó három napban azért különböző korosztályoknak, csoportok tartották meg a saját bájukat, és hát volt ilyenkor asszonybál is. Egy évben egyszer megengedték az asszonyoknak, hogy mindazokat a tilalmakat, szokásokat, törvényeket áthágják, és hogy ezen a napon nekik is szabad volt a tilosban járni, ha szabad így fogalmazni, hiszen rossz szemmel nézték nyilván, hogyha az asszonyok mulatoznak, táncolnak, netalántán isznak, akkor, de ezen az egy napon kivétel volt ez az egy nap, és ezen az egy napon ez megengedett volt számukra, és aztán utána visszatért minden a régi mederbe, és a közösségnek, a falu szokásainak megfelelően viselkedtek a továbbiakban is. 364 napig józanodtak, igen. És aztán ezen a bizonyos asszony bálon pedig kimulatták magukat. De volt ugye külön a legényeknek is ilyen mulatozás, és hát régen a kicsiknek, a gyerekeknek is tartottak. És ugye hát a különböző állarcok, vagy egy picit az átlényegülés mellett azért például gasztronómiában is vannak tipikusan farsangi ételek, gondolok itt a farsangi fánkra. Ez tájegységenként változott, vagy ez az egész országban hasonló? Nem, szerintem ez hasonló volt az egész országban, de voltak olyan vidékek, ahol a fánk mellett a rétes is nagyon elterjedt ebben a farsangi időszakban, a rétesnek a készítése, és egyáltalán bőségesen táplálkoztak ilyenkor, tehát ünnepi ételeket ettek, és a töltött káposzta, a sült kolbász, a sült húrka, az rendszeresen előfordult ezeken az összejöveteleken. Ugye a karneválok időszaka gyakorlatilag ez, Magyarországon pedig az egyik legismertebb a mohácsi busójárás. Más országokban is van hasonló, vagy például itt a mi környékünkön is volt a mohácsiakhoz hasonló busójárás? Hát busójárás nem, mert ugye az a Mohács környékén élő sokácoknak volt ez a téltemető szokása, de voltak állarcos tehát felvonulások, és éppen a megyénkben is volt egy jellegzetes ilyen szokás, ami igazából a szatmári területekre volt jellemző, és éppen a Panyolán gyűjtötték ezt föl annak idején, és ezt ott föl is elevenítették, illetve a környező településeken, és ezt néprajztudósok fölgyűjtötték, és ennek alapján ezt újra rekonstruálták, ezt a szokást, és teljesen a hagyományoknak megfelelően gólyafarsangos, medve, lófarsangos, ezek az állatfigurák jelennek meg, illetve különféle zsáner alakok, és
és ezek fölvonulást tartanak a faluban, illetve olyan dramatikus játékot adnak elő, ami a tél temetéséhez kapcsolódik, ilyen paródia jellegű dramatikus játékok, például a halott temetés, ami ilyen nagyon vicces, és hát nyilván ez felnőtt közösségben zajlódott, és hát időnként pajzán kifejezéseket is használtak, és ez tulajdonképpen szimbolikusan a tél eltemetéséhez kapcsolódott. Kedves Saci, elfogyott az időnk, mikor nyitnak a kapuk a múzeumfaluba? Hát Falsangra biztosan nem, még tart a Sóstói Múzeumfalunak a felújítása, és hát nagyon reméljük, hogy június 15-én már a látogatók előtt is ki tudjuk nyitni a kapuinkat, és hát Szent Iván éjjel pedig mindenkit várunk majd sok szeretettel. Köszönjük szépen! Én is köszönöm szépen! Kedves nézők, amíg mi elkészülünk, hogy megmutassuk, mik a legtrendibb farsangi jelmezek ebben az évben, addig önöket színházba kalauzoljuk, ahol ezúttal a Hamupipőkének egy igazán különleges feldolgozását állították színpadra Halasi Dániel és a Móricz Zsigmond Színház társulata. Itt van például ő, azaz, hogy ott. Ő Hamupipőke, amikor még kislány volt. Amikor még úgy volt, hogy anya, apa és ő a gyermek, ők hárman jelentik az egész világot. Aztán minden elmúlt. Az történt, hogy elég az hozzá, hogy a mamája, az ő örökké mosolygó csupaszív anyukája beteg. Az olvasópróbák kezdete előtt azt mondtad, hogy egy nagyon izgalmas próba folyamat elé néztek. Izgalmas lett? Mindenképpen egy izgalmas próbafolyamat. Nagyon-nagyon sokat kísérleteztünk, amit már akkor is elmondtam azzal, hogy lehet ezt a sokféle stílust ötvözni, és igényesen egy kalap alá tenni. Úgyhogy igen, egy nagyon-nagyon izgalmas próbafolyamatnak a vége felé járunk már. A színészek mennyire segítettek neked abban, hogy ez teljes egészé váljon ez a darab? Rengeteget ötleteltünk együtt, és nagyon-nagyon sok minden kikerült belőle, nagyon-nagyon sok mindent átfogalmaztunk, áthangszereltünk, hogy így mondjam, több értelemben is, tehát kerestük a daloknak is azokat a fajta karaktereit, ami jól áll egy-egy karakterhez, és ezekben is volt rengetegféle variáció, és ebben nagyon sokat segítettek, és sokat is köszönhetek nekik. Egy jófajta diskurzus tudott kialakulni ebben. Nem csak a próbák voltak különlegesek, hanem maga az elkészült darab is különleges lett, ha másért nem azért, mert itt nem a megszokott mostoha van, hanem Urmai Gábor. Igen, ez onnan indult ez a történet, hogy az operából indultunk ki, ahol mostoha apuka van a történetben, és akkor arra gondoltunk, hogy végül is, ha valaki mostoha anya, akkor valahogy föl kell venni az apa szerepet is, és akkor így gondoltuk ezt a kettőt összemosni, hogy benne megvan mind a kettő. Az anyáskodó, a pipiskedő, a nőiesség, de néha pedig úgy kell rászólni akár a mostohájára, akár a saját lányaira, mint egy apa. Hogyan fogadta Gábor, hogy ő lesz a mostoha, és hogyan sikerült ezt ténylegesen színpadra állítania szerinted, mint rendező? Eleinte szerintem nem fogadta ezt ő rosszul. Igazából ami kételyként egyáltalán fölmerült, hogy mi lehet majd ennek a visszajelzése, vagy mik lehetnek a visszajelzések, hogy nem lesz ez visszatetsző. Éppen ezért abban állapodtunk meg, hogy nem kell a nőiséget különösebben pluszban erőltetni, tehát nem kell egy, most nem akarom rosszul mondani, egy transzvesztitát játszani ebben a történetben, hanem ez tényleg nagyon vékony, ez a határvonal, amiben ő neki mozognia kell, és ebben nagyon, nagyon pontosan és jól tudtunk szerintem együtt dolgozni. Hamupipőkének a történetét mindenki ismeri, egy igazi klasszikus. Szerinted ez a darab mivel ad többet a nézőknek, mint mondjuk a Disney film? Ez a darab mindenképpen jóval egyértelműbben szeretne fogalmazni arról a kérdésről, hogy mi okoz bennünk olyasfajta gátakat, amiket elhitetnek velünk, hogy nem vagyunk
képesek igazából semmire, hogy minket elnyomnak. Ezeket a szélsőségeket, vagy ezeket a helyzeteket igyekszik sokkal tömörebben megfogalmazni, és mindenképpen ezen van a fő hangsúly, hogy valaki hogy jut el oda, hogy elhiszi, hogy akár még ő is érdemes lehet egy szebb és tisztább életre. Minden kislány egyik álmát testesíted meg, te hamupipőke lehettél most. Milyen érzés hamupipőkeként színpadon állni? Az az érdekes, hogy én voltam az a kislány, akinek soha nem volt álma hamupipőkének lenni, de azt gondolom, hogy nagyon jó, nagyon szeretem, egy nagyon-nagyon kedves feladat és egy kedves előadás lesz, reményeim szerint. Milyennek voltak a próbák? Ami inkább számomra megerőltető volt, az, hogy hitelesen is jól tudjam ezeket a Rossini dalokat visszaadni, ária részleteket, úgyhogy azok azért egészen igénybe vettek. Egyébként nagyon jó hangulatban telt a próba folyamat. Ugye mondtad, hogy te nem akartál hamupipőke lenni, de biztos voltak olyan jellemvonásai, ami azért közel állt hozzád. Hát igazából a harmadik lány vagyok a családban, bár a sajátjaim, tehát nem mostoha testvéreim, tulajdonképpen talán ebben. És nyilván, ha akarnék párhuzamot vonni az életemben, akkor találnék igen olyan jellemvonásokat, amikor az ember beleszokik egy-egy helyzetbe. De egyébként nem tudom magam egy az egyben azonosítani a karakterrel. Én 13. avagy megboldogult Boldizsár király nyugtassák az istenek. Fiának, örökösének, délceg, ám cseppet félszeg sorjának első, avagy leszármazott Gáspárnak belső pitvarmestere, szókistárnak a valamint meghatalmazott agykövete vagyok. És első, avagy leszármazott Gáspár, a szembeszívű trónörökös, megboldogult édesatyának királyi végakarata szerint jóra való, de trónra való feleséget keres magának. Ezért udvari és trónterbi tárcigalmat kegyeskedik rendezni, melyre ezúton meghívja városunk valamennyi selyem hajó hajadonát. Közöttük 7 zsákni asszonyság 3 virágzó leányát, hogy közülük válasszon Mátkát. Ne akar folyton félbeszakítani, mert részben nem illő, másrészt lehetetlen. Íme! Az aranyszegélyű, ezüstbetűs meghívó, melyben minden bálidáridó szabály és illen tudnivaló benne foglaltatik. Köszönj meg mély bókkal a királyi kegyet, én pedig ahogy jöttem, megyek. Mondtad itt a daloknak a hitelességét, hogy az azért egy kihívás volt a számodra. Volt-e ezen kívül még valami, ami esetleg megnehezítette mondjuk a próbákat? Azt nem gondolnám, hogy a próbákat bármi egyéb ilyen módon megnehezítette. Erre sem azt gondolom, hogy megnehezítette, csak ez egyfajta edzettséget és hangi adottságot, és annak az adottságnak a karbantartását is igényli az, hogy valaki ilyen módon tudjon klasszikus áriákat énekelni. Ebbe hirtelen és hamar kellett beleedződjek, hiszen nem minden nap vannak ebben a színházban ilyen feladatok. Tulajdonképpen tényleg ez volt az egyetlen, ami a napi edzést igényelte. Hogyha van hamupipőke és hercegnő, akkor lennie kell ugye egy királyfinak is, vagy egy hercegfiúnak. Hát Munkácsi Anitának szerencséje van, mert már megvan a hercege. Hamupipőke története ebből a szempontból mennyire volt hasonló a tiédhez? Egyáltalán nem volt hasonló. Én nagyon hamar megtaláltam a hercegemet is, és nagyon régóta egy párt alkotunk. Az én hercegem az előadásban Martinkovics Máté, akivel már volt alkalmunk egy párt alakítani, egy gyilkosság meghirdetve előadásban. Hát a Máté egy csupa szív, egy nagyon jó partner,
igazából azt hiszem, hogy nem is kívánhattam volna jobbat. Szerinted Hamu Pipőke, az ő karaktere, az ő külseje és a jellemvonásai mit üzennek a mai fiatal kislányoknak? Mi az, amit a leginkább át tudsz adni nekik? Igazából azt gondolom, hogy Hamu Pipőkében van egy olyan tisztaság, ami segít neki abban, hogy elviselje azokat akár a megaláztatásokat, amit az ő családjától elszenved. Tehát segít neki ezekben a dolgokban, hogy átvészelje, de ugyanez a tisztaság talán az oka annak, hogy benne ragad valamiben, és nem mer saját maga lenni, nem mer dönteni. Nyilván ennek, ha most ezt egy családban vizsgálnánk, akkor azért vannak különböző dolgok, amik befolyásolnak egy életet. Én azt gondolom, hogy a szerelem, a tiszta szerelem, a jóság és a kedvesség, ez nagyon fontos, ahogy a mások felé nyitunk és másokkal viselkedünk, ez mindenképpen lehet példaértékű. Árruhádban, aki megszeret, téged akar majd a lelkedet, nem a királyi pompát, kincseket. És ne feledd, drága atyád, a megboldogult király utolsó kívánságomot. Nősülj meg és foglald el a trónt. Szabadat adtad, hogy megteszed. És én, a nevelőd, segítek neked. Azt mondod, karnyújtás ér? Vagy talán még közelebb? Na de... Ugyan, Gáspár, helyén a szíved! Azaz, hogy ő, igen. A végén minden a helyére kerül. Csak tartsd nyitva a szemed. Tükrös szíved ketté hasad. Összetörték. Nem ér már egy lyukas vasat. Az enyém is ilyen éppen. Majd meghasad szégyenében. Meg lesz ennek még az ára. Meg is adják nem sokára. Kicsit poros, kicsit sáros, de szépsége kiváltságos. Vedd el érte rejtett vagyonkámat. Így megoszlik majd a vállat. Megköszönöm, igen szépen. De várj! Hová sietsz? Tán a bálba? Ilyen vásat rossz ruhába. Kedves nézőink, a színházi jelmezek után most farsangi jelmezeket is láthatnak. Hát itt a stúdióban már jó néhány jelmez, illetve gyakorlatilag nem csak paravánon, hanem élőben is Marica jóvoltából megszemlélhetjük. Vendégünk pedig Kunné Nagy Katalin, aki egy jelmezkölcsönző tulajdonosa, szerintem sokan ismernek már a városban. Hát farsangtáján úgy gondolom, hogy folyamatosan nyílik az ajtó a boltotokban, és jönnek-mennek az emberek. Vannak trendek, amik mondjuk évről évre visszatérnek, illetve vannak-e újdonságok, vagy talán olyan dolgok, amiről még te sem hallottál, és meglepődsz, amikor valakinek ilyen nagyon furcsa kérdése van. Mindegyik van. A visszatérő trendek az a retro, a Star Wars, a Disney, a mesefigurák. Az újak, az mindig, ami éppen megy a mozikba. Mint amit most látunk itt, ez a bohóc is, ugye ez a rainbohócunk, az, ami egy éve ugye kijött a mozikba, és ezt nagyon kedvelik. Amit a hölgy itt felvett, ez a Gésa, a másik kedvencünk. Ugye ez a Gésa emlékiratai című film. Igen, meg a Szulejmán, meg a Palota égküve, szóval mindez a téma, meg a keleti dolgok, szóval a fáraók, a kleopátrák, a görög istennők, ez mind olyan, ami vissza-vissza köszön, de mindig valamint egy picikét változtatni kell rajta, újítani kell rajta. Én úgy láttam már egészen pici gyerekeknél is, hogy olyan lányok inkább szépek akarnak lenni farsangon, a fiúk pedig mondjuk erősek, vagy félelmetesek, nem tudom, hogy ez megmarad-e mondjuk felnőtt korra. Nem. Nem? Nem, mert vannak olyan lányok, akik inkább ijesztők és gonoszok szeretnének lenni, meg harcosak akarnak lenni, a fiúknál meg inkább a klasszikus, ami jellemző, szóval kevés már a fegyver, olyan, amit mit tudom én, fegyver kell hozzá, amit a ninjához, a katonákhoz, inkább olyanok, amivel úgy ránéz az ember, és úgy tudja, hogy micsoda. És a felnőtteknél, mondjuk a felnőtt hölgyek és az urak, azok elcsúfítják magukat könnyedén ilyenkor, farsankor, vagy inkább a kifejezetten ki akarják domborítani a kellemesebb tulajdonságaikat? Azt veszem észre, hogy a felnőtteknél főleg az ilyen idősebb korosztály, amit így 40 fölött
lehet na, már most mondani. Most sokan kikérik maguknak, hogy nehogy már 40 fölött idősnek számítson. Olyan meg. Értelemben, hogy ők visszamennek a gyerekkorukhoz. Aha. Szóval a régi mesehősöket fogják eszköznek használni, mint most megy a nagy horgásznak. Nagyon aranyos házaspár jött be tegnap, és akkor azt mondta, hogy a papa lesz a horgász, a néni lesz a kukaca, uh-huh. és akkor de annyira aranyosak voltak, és voltak, hogy 65 évesek. És mi is bevállalósak. Vannak, vagy legalábbis láttam kifejezetten olyan jelmezeket, amik meg ilyen nagyon erotikusak. Tehát a felnőtt hölgyek kifejezetten talán olyan oldalukat is megmutathatják, mármint a vonzóságuknak olyan dimenzióit, amit mondjuk a hétköznapokon a munkaruhában nem lehet megmutatni. Így van. Ezek például a stewardessek, a nővérkék, mint a bíborosunk mellé mindig apácát visznek, de nem a hosszúruhásat, a rövid szoknyásat. Viszik például a Robin Hoodot, de abból is csak a rövidet, nem a hosszút, úgyhogy minden a kalózokból is csak a miniszoknyás megy. Szóval kevés az, aki viszi a hagyományos klasszikus jellegűt, hanem egy kicsit olyan csajosabb, dögösebb stílusban. Igen, és talán ezeket ugye nem csak farsankor, hanem az év többi részén is szoktak olyan bulik menni, amik kifejezetten ilyen beöltözősek, vagy bizonyos tematika szerint kell beöltözni. Én azt gondolom, hogy az emberek egy része úgy van vele, hogy na jó, majd valamit turkálunk otthon, vagy a túriba, és akkor jó lesz az, és az utolsó pillanatokban pedig ugye fokozódik a nyomás, hogy úristen, ebben nem úgy nézek ki, mint egy nem tudom, hanem mint egy szörnyűség, és akkor rohannak a jelmezkölcsön. Igen, és akkor beesnek hozzánk, és akkor gyorsan kell valamit alkotnunk, meg főleg, amikor nincs elképzelés, de valami kellene mondjuk estére, de akkor mindig hozzányúlunk a klasszikusokhoz, és az általában úgy beszokott nekik jönni. Ez azt jelenti, hogy próbálnak ott a boltba? Igen. Tehát sokszor gondolom nem az első, hanem mondjuk a tizedik variáció. Meg a 20. meg a 30. és akkor utána kiderül, hogy mégis az első volt a legjobb. És kik azok, akik, hogy mondjam, nehezebb ügyfelek? A férfiak vagy a hölgyek? Hát nem mondanám egyiket se, meg a másikat se. Általában az van, hogy anyuka kitalálja, vagy a hölgyek kitalálják, hogy na mi, milyen téma, és akkor apuka vagy rábólint, vagy azt mondja, hogy szó nem lehet róla. Belőlem és akkor, nem csinálsz hülyét szívem. Igen, és akkor megy a vita. De olyan vegyes felvágott. Na hát ugye a házasság hetét üljük, meg a Valentin nap utó rezgéseiben vagyunk, azért reméljük, hogy a jelmezkölcsönzőben nem kapnak hajba azon, hogy ki lesz a horgász és ki lesz a kukac. Ha már itt a gése jelmezről szó volt, tényleg gyönyörű színek. Hát egy kicsit nehezen, de sikerült rá beszélni, hogy most fölvedd ezt a jelmezt. Érzed már az átlényegülést? Nem, igazából ez elég hirtelen jött ötlet volt, és szerintem nem is teljesen gésás, mert azért olyan sminket nem sikerült varázsolni itt pár perc alatt, de... Hát, igen, az ugye hozzátartozik, hogy a megfelelő. Igen, szerintem lényeges. Meg hogyha te választhattál volna mondjuk most, akkor a te egyéniségedhez, tehát hogyha mondjuk van egy ilyen beöltözős buli, akkor minek öltöznél szívesen? Nagyon régen nem öltöztem, úgyhogy fogalmas. És bár ez a gésajám, ez egyébként talán még tetszik is, vagy ezt úgy... Egy jó sminkel, egy jó frizurával szerintem. Szívesen felvennéd, és kislánykorodban van ilyen jelmezemléked, hogy minek öltöztél? Cica voltam, azt hiszem legelsőnek, aztán pedig, ami már ilyen saját választás volt, az kötéltáncos volt. Ó, nagyon merész. Azt nagyon tetszett, igen. Nálunk előkerült egy kép, én törökbasa voltam, és még bajszom is volt, tehát egy kicsit illúzióromboló, viszont alátámasztom azt, hogy a lányok ugye nem mindig királylánynak akarnak öltözni, igen. És hasonló szépségeknek, hanem néha tényleg a végleteket próbálják. Ma a nagy divat az, hogy farsangon mondjuk egész osztályok beöltözzenek, és különböző koreográfiákra táncoljanak. Arra is fel vagytok készülve, hogy akár 30 ugyanolyan jelmezt elővarázsoljatok a raktárból? Igen, mert olyan mi táncruhával is foglalkozunk, és nagyon sok olyan téma van, amiben tudunk mennyiséget adni. Szóval sok egyformát, méretet tudunk adni, meg ha most arra van igény, hogy most, mit tudom én, volt most egy osztály, aki például Olaf lesz, a hóember, mert elkészítjük nekik, ha igény van rá. Akkor gondolom sok varónő dolgozik. Igen, teljes egymagamban, igen. Igen, akkor nagyon kreatív vagy, és van olyan, hogy egy jelmezre úgy rákattansz, hogy na ezt szívesen fölvennéd? Vagy amikor bezár a bolt, akkor ott a sötét próbafülkébe esetleg te is felöltesz egyet? Hát én nem, de a lányomat általában mindenre ráhúzom, uh-huh. hogy azért ezt vedd már föl, azt vedd már föl, úgyhogy ő van nekünk a kis manökenünk. Hát fölveszi, ő szívesen fölvesz, bemutat bármit.
de meg ő is találja, hogy anya, most ez milyen jó lenne, ezt csináld meg, meg ezt biztos fogják keresni, és ez úgy általában bejön. Sajnos az időnk véges, egy utolsó kérdés jutott eszembe, hogy mi a legdrágább, vagy a legkülönlegesebb jelmez, ami most nálatok fellelhető? Vagy a legnehezebb? Tehát valamilyen, ami mindenképpen egy különleges. Hát ezt most így hirtelen nem tudom megmondani. A bohócot tudom most jelen pillanatban, mert ezért most verekedés van konkrétan. A kislányok körébe az unikorn is, ami a másik ilyen dolog. A felnőttek meg, hát a bíboros, már most sajnos a héten kellett készítenünk még kettőt, mert egyszerűen annyian szeretik. Na hát köszönöm szépen, hogy elhoztátok, és köszönjük szépen, hogy még föláldoztad magad itt a kisbabát is, egyébként elfelejtettük megjegyezni, hogy akár a pici kisbabát, gyerekeket is be lehet öltöztetni, nagyon kis cuki, főleg ilyen kis állatkás tipegőkbe, és hát reméljük, hogy mindenki megtalálja a stílusának megfelelőt. Egyébként nem rossz dolog, ha az ember mellett ilyen nagyon randa valami van, mert akkor sokkal jobb, mint hogyha egy szép nő mellett ül egy hölgy, jobban kiemeli az előnyös tulajdonságainkat. Na hát, kedves nézőink, elérkeztünk a heti műsorunk végéhez. Reméljük, hogy jól szórakoztak, tartsanak velünk a jövő héten is, amikor többek között egy jótékonysági futást ajánlunk majd a figyelmükbe, addig is kellemes hétvégét kívánunk, viszontlátásra!